Veteményeztek az óvodások, megkezdődött a sportpálya építése, méhész tartott előadást, ítélet a karcagi gyilkosság ügyében. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 6-án 18 óra 5 perckor. A Jókai úti óvodában a Legyen neked is konyhakertet program keretében a gyerekek a héten elvetették a magokat. A programról Romhányi Sándorné tagóvodavezetőt kérdeztük. Nagyon fontosnak tartják, hogy a szülők és a gyerekek maguk neveljék maguknak a palántákat kiskertjükbe, mondta az óvónő, mert a magyar földben termelt zöldségeknél, gyümölcsöknél finomabb nincs az egész világon. Az óvodánkban már hagyomány évek óta a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünk megszervezése szülőkkel, gyermekekkel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők és a gyerekek önmaguk neveljék maguknak a palántokat, kiskertjükbe ültessék el, mert a jó magyar földben megérett zöldségek, gyümölcsöknél finomabb nincs az egész világon. Ahhoz, hogy ez felnőtt korukra tulajdonképpen szokásukká váljon, már itt az óvodában el kell kezdenünk a magok ültetését, palánták nevelését, hogy lássák, megtanulják a gyerekek ezt a folyamatot. Sajnos a járványügyi helyzet miatt, amikor elkezdtük szervezni a rendezvényt, még nem hívhattunk szülőket, de menet közben feloldották ugye ezeket a szabályokat, és így néhány szülőt, aki megtisztelt minket, és ezt az órácskát ránk tudta szánni, elhívtuk, részt vettek, együtt ültetnek, játszanak a gyerekekkel. Ahhoz, hogy felnőtt korra szokássá váljon a veteményezés, már az óvodában el kell kezdeni a magok ültetését, a palánták nevelését, hogy lássák, megtanulják a gyerekek ezt a folyamatot. Minden gyermek két kis flakonba ültethetett az általa kiválasztott magokból. Az egyik kis flakonkát elviszi haza, és otthon gondozza, a másik itt marad. Egy nagy tálcára helyezzük, és egy jó kis napfényes ablakpárkányra elhelyezzük, naponta megfigyeljük, öntözzük, gondozzuk, ápoljuk, szeretetünkkel és az összes mindennel, amire szüksége lesz annak a növénynek, hogy kikelhessen. Amikor ezek megerősödnek, akkor pedig ki fogjuk ültetni május vége felé, gondolom, ezeket a palántokat is itt az óvoda konyha kertjében. A foglalkozáson részt vett Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a Legszebb Konyhakertek program igazgatója is. Nagyon lelkesen ültették a magukat a kicsik. Nagyon jó a kezdeményezés, hogy már ekkor megismerkednek az első lépésekkel, hogy felnőttként is alkalmazzák. Az országos programra eddig 100-nál több település nevezett. Országos szinten is elkezdődtek már a nevezések, már 100-nál is több településünk van. Várjuk majd a magánjelentkezéseket, nekik is meg fogjuk hirdetni a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programot, de a településeken ezt követően hirdetik majd meg a helyi versenyt, és én bízom abban, hogy a rossz idő ellenére nagyon sok kertben elkezdődhettek már a tavaszi munkák, és én bízom abban, hogy most a jó Isten kegyesebb lesz hozzá, mint tavaly, és az elvetett magokat bizony meg is öntözi, és jó meleg napsugárral fogja majd megtáplálni, hogy azok ki is keljenek, és ne járjunk úgy, mint tavaly, hogy kétszer, háromszor, sokszor négyszer kellett elvetni valamit ahhoz, hogy egyszer ki is keljen, illetve ne járjanak úgy a saláták és a retkek, mint tavaly, hogy ki sem keltek, és bizony az év legrosszabb terméseiként végezték. Fontos, hogy a fiatalok az idősektől ellessék a fortélyokat, tudást, amit nem lehet internetről, könyvekből. Az időseket tulajdonképpen élteti a kert, hiszen hívja, várja őket, és akkor muszáj felöltözni, és muszáj aktívnak lenni, és sokszor még a fájdalom is elmúlik, amikor elkezdenek kertészkedni, és ami nagyon-nagyon jó dolog, hogy a gyerekek ott vannak a felnőttek mellett, a nagyszülők mellett, és így el tudják lesni a kertészkedés csínyát, bínyát, az alapokat, amiket talán a legnehezebb internetről, más könyvekből, innen-onnan, bármilyen forrásból is beszerezni. A legjobb, hogyha valaki mellett dolgozik az a gyerek, és akkor meglátja, megtapasztalja, hogy mikor mit kell csinálni, és azok a fortélyok is átragadnak rá, amiket a nagyszülők, dédszülők, szülők évszázadok óta összegyűjtöttek és visznek tovább generációról generációra. Én bízom abban, hogy ezek a gyerekek
bár most nagyon sokan nem nyújtották fel a kezüket, hogy van konyhakertjük, de ennek a kezdeményezésnek a hatására bizony otthon is kikövetelik majd a szülőktől, hogy legyen egy pici kis parcellájuk, legyen konyhakertjük, vagy ha csak díszkertjük van, akkor abba varázsoljanak, lopjanak be egy kis zöldséget, akár gyümölcsöt is. Én bízom abban, hogy azok a gyerekek, akik ezen a mai programon részt vesznek, figyelemmel fogják kísérni a kis munkájukat, örömet fog nekik okozni, és ez az öröm elég lesz nekik ahhoz, hogy majd később nagyobb korukban, akár felnőtt korukban is, de legyen egy saját veteményes kertjük, legyen egy konyhakertjük. Az országosan eddig összegyűlt ötletekből szeretne a programigazgató egy kiadványt, ezen dolgoznak most. Gyűjtjük ezeket folyamatosan, most már a gyűjtésnek azon stádiumában vagyunk, amikor a sok egyforma ötletet bizonyos problémákra rendszereznünk kell, és valamilyen szinten igazságot tenni benne, bár ezeknek a közlése azért nehéz, mert tájjellegűek ezek a megfigyelések, ezek a tapasztalatok, és ami működik mondjuk Észak-Dunántúlon, az nem biztos, hogy Dél-Magyarországon működni fog. Ezekben próbálunk egy picit közös nevezőt kialakítani, és egy olyan gyűjteményt összeállítani, amit tulajdonképpen mindenki bátran használhat. Persze nyilván hozzá fogja majd tenni a saját maga tapasztalatait is, illetve várjuk is, hogy ezek majd hozzáadódjanak ezekhez a már meglévő fortélyokhoz. Idén a Környezettudatos Kert a legszebb konyhakertek program mottója, hogy környezettudatosabban próbálja mindenki művelni a kertjét, melynek az elvárásait tartalmazza a programfelhívás. Védjük a földet, lehetőleg szerves trágyával trágyázzunk, azzal pótoljuk a tápanyagot, komposztáljunk, gyűjtjük az esővizet, azzal locsoljunk lehetőleg, és természetesen, ha csak lehet, és el tudjuk kerülni, akkor a vegyszeres védekezés helyett próbáljunk meg természetes módon, természetes szerekkel, fortélyokkal védekezni. Legyen minél több növény a kertben, hogy az egészséges flóra az kialakuljon, mindenki megtalálja magát, megtalálja a helyét a kertben, mindenféle élőlényre gondolok itt, hiszen így tudnak majd a különböző bogarak, rovarok, emlősök, hüllők segíteni bennünket az egészséges kert klíma kialakításában, és persze a kártevőkkel szembeni védekezésben is. Tehát környezettudatosan műveljük a kertünket, használjuk újra az anyagokat, lehetőleg természetes anyagokat használjunk a kertművelés során, tudatosan, úgy, ahogyan szerintem régen a nagyszülők, dédszülők, ükszülők csinálták azt, nekik ezt nem is kellett mondani, ők ezt eleve így tették. Én arra biztatok mindenkit, hogy kövessük az őseink, eleink példáját, és e szerint műveljük a kertünket, és alakítsuk ki ezeket a kerteket. 9 milliárd forint kormányzati támogatásból megkezdődött a karcagi Liget úti sporttelep és szabadidő központ kivitelezési munkálatai. Üdvözlöm Szepesi Tibort, karcagváros polgármesterét. Itt vagyunk a Liget úti sporttelepen. Néhány héttel ezelőtt letettük az alapkövet. Hogyan haladnak most a sportpályán a munkálatok? Ahogyan itt mögöttem is látszik, határozottan és szerintem elég jó ütemben halad, hiszen az első lépés az volt, hogy azok az épületek, amelyek többsége, valljuk meg őszintén, már bizony balesetveszélyes volt, sőt egy-egy részén akár mondhatjuk azt, hogy életveszélyes is volt. Ezek az épület részek, földterületek elbontásra kerültek. Az alvállalkozó a napokban adta vissza a területet a fővállalkozónak, és ahogyan itt az előzetes beszélgetésekből is kiderült, indul maga a hivatalos építkezés, tehát túl vagyunk azon a részen, amely az úgynevezett előkészítő munka itt a területen, és hát a napokban fog kezdődni a hivatalos kivitelezése, tehát maga az alapozási szakasz is. Ezután mi a következő fázis? Hát nyilván ezt majd pontosan a fővállalkozó tudja, hogy milyen ütemben és hogyan fog haladni, mely részek azok, amelyek hamarabb indulnak, hiszen ugye tudjuk, hogy a túloldali részen ott egy műfüves csarnok fog épülni, amelyhez lelátó. Itt a régi lelátó helyén lesz a főlelátó és a kiszolgáló egységek, illetve majd a bejárati részen az a főépület, amely gyakorlatilag fogadja az ideérkezőket. Hogy milyen ütemben és honnan kezdik, ez nyilvánvalóan az ő munkaszervezésükön múlik, bár én azt gondolom, hogy ahogy az előbbi beszélgetésben is elmondták, hogy szinte egyszerre fog kinőni majd a földből az összes épület. A Szim óvodában a Méhecske csoportban Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetővel beszélgettünk a Beporzók napja alkalmából.
Ma Kis Mihály méhész tart előadást arról, miért kell védeni a méheket, a pillangókat, és hogyan segíthetünk a beporzóknak. Mivel a mi óvodánk zöld óvoda, ezt azonnal megünnepeltük a gyerekekkel, mihelyt erről hírt hallottunk. Ezt a napot mindig nagy örömmel várják. Vendéget is hívunk mindig, most is Kis Mihály méhészt várjuk, aki nagyon szépen el fogja mondani a gyerekeknek, hogy miért fontosak a beporzók, miért kell védenünk a méheket, a pillangókat, és itt az óvodában is mindig igyekszünk úgy ültetni a kertünkbe a növényeket, különösen a virágokat, hogy kora tavasztól késő őszig mindig találjanak a beporzók ételt, ennivalót. Az előadás előtt és utána is beszélnek az óvónők a kicsikkel a méhekről, feladatokkal, rajzokkal, de beszélnek a méz jótékony hatásairól is. Nem csak utána, már előtte is készültünk, hiszen verset tanultunk, beszéltünk róla, és igen, utána is sokáig foglalkoztatja a gyerekeket ez a téma, hiszen színezőket, kis feladatokat oldanak meg, megkóstoljuk a mézet, úgy látom, elő is van készítve, beszélünk a méz jótékony hatásairól, és nem csak virágokat ültetünk a méhek pillangók számára, hanem vizet is szoktunk biztosítani a virágos kertünkbe. Erről mindről beszélgetünk a gyerekek, és ezeket az ismereteket hazaviszik a saját kis kertjükbe. Kis Mihály méhész szerint óvodás korban kell a mézet megszerettetni, hogy ne cukrot használjanak a családok édesítésre, hanem mézet. Így gondoljuk mi is, hogy ez nagyon fontos. Tegyük meg az első lépéseket, hisz mai világunkban létfontosságú, hogy milyen élelmiszer, tehát itt a méz esetében az édesítőszer mindenképpen dicséretes, hogyha minél több gyerek ezt fogja fogyasztani. Igen, hoztunk egy pár úgymond eszközt, mivel reggel is ahhoz képest a naptárhoz elég hideg volt, nem hoztunk méheket, effektíve, mert van üvegkaptárunk, amiben ugye lehet látni a méheket, azt nem hoztunk, de ilyen olyan tárgyakat, amelyek hőmérséklettől függetlenül be lehet mutatni, azokat hoztuk, és nagyon várjuk, hogy majd a gyerekek is, hogy mit szólnak hozzá. 2021-ben nagyon sikeres évet zárt Kis Mihály, a repce akác és a napraforgó méze mennyiségileg és minőségileg is kiváló lett. Ahhoz képest, hogy indult a tavasz, sikerült a repce, az akác és a napraforgó is, tehát mennyiségileg a minőségét, meg hál' Istennek a gyulai méz versenyen is elismerték, több mézünk kapott elismerést, a legmagasabb elismerést a napraforgó mézünk kapta, amely kategóriájában országos első helyezést ért el, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és ez megerősít abban, hogy továbbra is a minőségi méztermelésnek az elközeledett hívei legyünk. A gyulai mézfesztiválon a legmagasabb elismerést kapta a napraforgó méze, kategóriájában országos első helyezést ért el. Kis Mihály nagyon büszke erre, és mint mondta, megerősíti őket abban, hogy továbbra is a minőségi méz nagykövetei legyenek. A szakember tanácsa, a kicsiknek vajas kenyérre tegyük az akác mézet, mert úgy finomabb és hamarabb megszeretik. Én úgy gondolom, ha visszaemlékezhetem az én óvis koromra is, tehát mindenképpen az akác mézes, de vajas kenyér, tehát kenyér, vaj, és arra tenni az akác mézet, mert a méz az kiszívja a nedvességet, és ha egy vaj réteg van közt, akkor sokkal ízletesebb és sokkal finomabb. Én úgy gondolom, hogy ennek az ízvilága egy kisgyermeknek tökéletesen megfelel arra, hogy megszerethesse egy életre. A szolnoki törvényszék emberölés és kifosztás büntette, valamint közokirattal visszaélés vétsége miatt 10 év börtönre ítélte és 8 évre eltiltotta a közügyektől azt a büntetlen előéletű 40 éves férfit, aki 2020. december 22-én délelőtt 11 óra körül karcagi otthonában megfojtotta volt élettársát. Az ítélet szerint a szakítás után a férfi hiába próbált, nem tudott érzelmileg elszakadni volt párjától, akihez annak ellenére kötődött, hogy a nő a kapcsolatuk ideje alatt mind érzelmileg, mind fizikailag bántalmazta őt. A szemébe mondta, hogy ismeretlenekkel flörtöl és más férfiba szerelmes, majd amikor emiatt veszekedni kezdtek, több ízben kikarmolta a férfi arcát, aki a végzetes napig egyszer sem emelt rá kezet. Utolsó találkozásukkor a beszélgetés ismét
veszekedésbe, a veszekedés pedig tetlegességbe torkollott. A nő ismét ki akarta karmolni a férfi arcát, aki ezúttal nem hagyta ezt. Félre söpörte a nő kezeit, a nyakát átkarolva a mellkasához szorította a fejét, majd az ágyra lökte és megfojtotta. A férfi megpróbálta titokban tartani a tettét. Rendet rakott, magához vette a nő igazolványait, készpénzt, utcai ruházatát és telefonját, hogy azt a látszatot keltse, hogy elment otthonról. A holttestet pedig előbb a személygépkocsi a csomagtartójába rejtette, majd másnap Felső-Lajos külterületén egy erdős részen elásta. Az ügyben 2021. június 23-án emelt vádat a Jászhegyi Szolnok megyei főügyészség. A bíróság számos tárgyalást tartott, majd 2022. április 29-én ítéletet hozott. Az ítélet hirdetést követően az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is 3 munkanapot tartott fent annak eldöntésére, hogy kívánnak-e fellebbezni az ítélettel szemben. Az ítélet hirdetést követően a bíróság a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartalmáig fenntartotta. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!